Mire jó a dió? Erre a kérdésre keressük most a válaszokat. Vendégem itt a stúdióban dr. Fetter János egyetemi tanár. Köszöntöm. Az előbb viccesen itt mondta nekem, hogy hát ugye a múltkor, amikor gyógynövényekről beszélgettünk, akkor nagyon sok példát hozott ide a stúdióba. Most nem hozott diót, mert hogy aki nem ismeri a diót, azzal nem tudunk mit kezdeni. Hát az őszi időszak egyik talán legnagyobb ajándéka az a dió. A szervezetünkre milyen jótékony hatásai vannak magának a kis diószemeknek? Hát több mindenre lehet e tekintetben hivatkozni. Az első és legfontosabb, amit én kiemelnék, az a táplálkozási értéke. Tekintettel arra, hogy egyfelől a dió magokban nagyon kevés szénhidrát van, talán kevéssé ismert ez, ellenben döntő részét olajok alkotják. A fehérje tartalma mondjuk olyan közepesnek mondható, de az olajtartalma hallatlanul magas, 65-67%-nyi olajat tartalmaz. Azért említeném ezt a kevés szénhidrátot, mert ugye korunkban a cukorbetegség sajnos egyre inkább előtérbe kerül, és nagyon kevés olyan élelmiszer van, amiben a szénhidrát ilyen alacsony. Tehát úgy alacsony, hogy közben értékesből tartalmaz sokat, ezért én a dió értékeként, legfontosabb értékeként azt említeném, hogy az olajok mellett nagyon kevés szénhidráttal terheli a szervezetet, az olajokkal viszont halatlan jó tápértéket képvisel. Igen, itt a Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével ma már korábban beszélgettem, és ő is ajánlotta, hogy naponta egy kis maréknyi olajos magvat érdemes elfogyasztanunk, úgyhogy a dió is ezek közé tartozik. Beszéljünk egy picit a fajtáiról. Vannak-e a dióknak, a diófáknak különböző típusai? Igen, nagyon érdekes a növény története, hogyha szabad egyetlen mondattal kitérnék rá, mert ez egy közép-ázsiai eredetű növény, ahonnan tehát Kína, Üzbegisztán, Kazaksztán, stb. területekről indult a dió, jutott el Törökországon keresztül a Balkán félszigetre, és azután fölfelé Európa többi részébe. Már a római időkben is termesztették, sőt kiterjedten termesztették a délebbi területeken. Ma pedig körülbelül úgy néz ki a dolog botanikai helyzete, hogy őshonosan nem, de termesztett haszonfaként mindenütt jelen van. Most ebből következik egyébként egy itt most kevéssé jelentős dolog, de mégis megemlíteném, a diófa, mint faanyag, hallatlan értékes keménysége miatt. Bútorokat, gyönyörű szép bútorokat készítenek belőle. A másik érdekesség talán egy botanikai jellegű, hogy aki már megfigyelte, az két dolgot vett észre. Az egyik az, hogy a diófák nagyon lassan nőnek, tehát a fejlődéssel sok idő kell. A másik pedig az, hogy érdemes megnézni a diófa alsó részét, alsó területét, a körülötte lévő területet gyakorlatilag más növények nem igen figyelhetők meg. Pontosan erről akartam beszélni, én saját példát hozok fel ismét, nálunk a kertben van egy nagy diófa, és mellette nem olyan messze egy bírsalmafa, és az bizony nagyon beteg lett, és kérdeztem, hogy miért, és hát bizony, hogy a dió levele az rossz hatással van a körülötte élő növényekre. Miért van ez, vagy miért öli meg a környezetét? Hát azt mondják erre a botanikusok, hogy ez az úgynevezett allelopatikus hatás, tehát magyarul a diófában, leveleiben elsősorban van egy-két anyag, különösen egy juglon nevű naftokinon származék, amely a talajban és a talaj felső rétegében megfigyelhető, pontosan a levelek révén. És érdekes, ki lehet próbálni, nagyon sok növény csirázását egyértelműen gátolja, lassítja. Magyarul ő nem tűri meg a környezetében a különféle a más növényi szervezeteket, úgyhogy ezt egy picikét figyelembe kell venni, tehát ne próbálkozzunk diófa alatt más növényekkel, mert nem fog sikerülni. Akkor hogyan érdemes mondjuk diófát ültetni, vagy hova érdemes diófát ültetni? Hát én azt mondanám, hogy melegebb, szárazabb területekre inkább, napfényesebb területekre, tekintettel arra, hogy ő egy délies jellegű növény. Olyan helyre, ami hosszantartó lehet, növény növekedésre ad lehetőséget. Talajokban nem igen válogatós, tápanyagokban sem különösebben, csak arra készüljünk fel, hogy nagyon sok idő lesz, ameddig a diófából komoly méretű fa fejlődik. Akkor viszonylag egy igénytelen fafajtáról van szó. Igen, és hát örömmel lehet mondani, hogy most Magyarországon, ha az én adataim stimmelnek, akkor elég tekintélyes a termesztett dió területe is már, tehát úgy tűnik, hogy,
hogy rákaptunk erre, rákaptak erre a termesztők, hiszen értéket állít elő, és exportcikként is lehet hasznosítani. Beszéltünk ugye a fájáról, abból bútorokat készítenek, de mi az, ami fogyasztható? Ugye a kicsi magok, a magok, ugye a termésben lévő lágy magokat tudjuk fogyasztani, de hadd emlékezzek meg rögtön a diólevelekről is, ugye a gyógyhatásokról lévén szó többek között. De régóta már a római időkben az a bizonyos Plinius leírta, hogy a dióból készült teja, borogatás nagyon jól hasznosítható sérülésekre, tehát különféle bőrsérülésekre, a gyógyulást elősegítő összehúzó hatású, tehát sebek esetében is esetleg. És ennek a magyarázata ma már egyértelműen ismert, hiszen különféle cseranyagokat tartalmaz, amelyek összehúzzák az különféle szöveteket. Tehát mindenképpen készíthető belőle teja, használják is, ajánlják is külsőleg, borogatásként, ülőfürdőként, akár aranyérbántalmak esetében, fagyott sérülések kezelésére. De ugyanakkor megtaláljuk a gyógynövénykönyvekben azt is, hogy belsőleg is hasznosítható gyomorhurútra, például bélhurútra, egy teja levélből készített, vagy egy dió levélből készített teja. Tehát egyszerűen le kell forráznunk, és egy teját tudunk belőle előállítani. Azt szerintem még az általános iskolában is megtanultuk, hogy a dió az csonthéjas növény, vagy gyümölcs? Csonthéjas termés. Termés, igen, köszönöm. De mi a helyzet azzal a zöld héjjal, ami még a kemény héjon kívül van? Igen, nos, az jó valamire? Igen, abból is lehet külön, ezt gyűjtik is, el is választják, és abból is készíthető teja, tehát meg kell szárítani finoman, megszárítjuk. Amikor pucoljuk a diót, akkor nagyon fekete lesz tőle a kezünk. Igen, ez a magyarázata annak, hogy létezik olyan, hogy diófapác, amelyet erre a célra állítanak elő, ugye, hogy azzal mi bútorfelületeket vagy egyéb felületeket megszínezzünk, és akkor a bőrünket megfogja. Ez szintén jó részt ennek a bizonyos juglonnak köszönhető, amelyekről a korábbiakban említést tettem, aminek a túl nagy mennyisége már akár problematikus is lehet, de kis mennyiségben is gyakorlatilag erről van szó, mindenképpen célszerű felhasználni. Hogyha visszatérünk még a termésre, akkor a diós bejlin kívül mire lehet még használni a diót, vagy hogyan szokták felhasználni a diót? Hát amennyire én ezt tudom, itt azért ez már a gasztronómia területe is, de ugye nagyon jó használható őrölt formában, tehát egy őrleményt készíthetünk belőle, és akkor akár a liszt egy részének helyettesítésére is felhasználható, és itt kapcsolódhatnék ismét az előbb elmondottakhoz, hogy a szénhidrát mennyiséget nagymértékben csökkentjük, mégis egy olyan süteményt tudunk előállítani, amely rendkívül ízletes lesz, és ugyanakkor a szénhidrát mennyiséget jelentősen tudjuk csökkenteni. Tehát például ilyenekben tudnám ajánlani a hasznosítását. Na meg aztán egy megjegyzést, még régebben nagyon divatos volt, legalábbis emlékezetem szerint, méz és a dió együttes fogyasztása, kivéve természetesen cukorbetegek esetében ez nem jön szóba, de egyébként valóban a két dolgot egyesíteni, az egy rendkívül. Nagyon is finom a mézes dió. Említette, hogy 60-70%-ban olajat is tartalmaz, én találkoztam már dió olajjal is, az például fantasztikus a süteményekbe, nagyon jó lágyítani vele mondjuk a süteményeket. Én még egy ilyen megjegyzést tennék hozzá. Van. Azt hiszem, hogy a hidegen sajtó dióolaj nem a legolcsóbb termékek közé tartozik, de hadd mondjuk el róla azt, hogy összetételének van egy különös érdekessége, a benne lévő zsírsavok nagyobb része telítetlen, és ez hallatlan táplálkozás élettani előnyt jelent. Biztos, hogy a kedves nézők hallottak ilyenről, hogy omega-3 meg omega-6 zsírsavok. Nos, ez az arány egészen jó, és összességében a telített-telítetlen arány is ennek megfelelően, aki tudja hasznosítani így külön is, az feltétlenül jót fog tenni. Csupa jó tulajdonságát említettünk most a diónak és a diófának. Van-e egyáltalán negatív tulajdonsága a diónak? Hát én különösebben nem tudnék mondani, talán egy olyan megjegyzést, aminek lehet, hogy abszolút nincs általános jelentősége. Ha valaki esetleg arra érzékeny a őrült dió formájában, előfordulhat
előfordulhat, hogy sok dión fogyasztásakor a nyelvét egy picikét érzékenyen érinti. Hát valami kis allergiás reakció is lehetséges talán, de én azt gondolom, hogy ez elenyésző, tehát csak említem. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, hogy itt volt velünk, és várjuk vissza majd egy következő alkalommal is. Köszönöm.